Színház csináló embernek nem igen lehet nagyobb becsvágya, mint új történeteket új közönségnek, új helyszínen elmesélni. Erre vállalkoztunk művészbarátaimmal, műszaki kollégáimmal, az Ente Ferenc Színház dolgozóival, Salgó Tarján művelődési központjának kertjében, a József Attila művelődési ház kertjében, Nino Manfredi Könnyű Erkölcsök című vígjátékának nyári színházi változatán. Szeretettel várjuk Önöket, tartsanak velünk egy könnyű nyári estén, egy pohár pezsgővel, vígjátékkal, Nino Manfredivel, Erki Gabriellával és Tóth Zoltánnal. Várjuk Önöket! Nem hiszem el. Maga teljesen neurotikus. Milyen neurotikus? Mi beszél? Hát az embernek már arra is ügyelnie kell, hogy le ne hújjon a földre egy hajaszállal, mert akkor már is maga itt terem, és akkor megnyomogatja a csöngőmet, hogy blimblom. Blimblom. Hát én megfojtom. Nino Manfredi Könnyű Erkölcsök című olasz vígjátékát választottuk. Nem tudom, hallottál-e már volna? Igen, hallottam, sőt, el kell, hogy mondjam, hogy miután megtudtam a terveiteket, természetesen utána is néztem, utána is olvastam, és úgy gondolom, egyrészt nyárra való, másrészt ide való a kertbe, harmadrészt minden színház barátnak élményt nyújthat. Vegye tudomásul, hogy nem tartozom magának számadással arról, amit csinálok. Világos? Abszolút. De ha azt kérdezem magától, hogy mi a foglalkozás, akkor mondja hozzá, hogy semmi közöm hozzá is, kész. De ne adja itt nekem az üde kis ápolónőt. Miért? Mit kellett volna mondani? Azt, hogy a legősibb mesterséget űzi. Na, jó éjszakát, professzor úr. Nem kínálna meg egy pohár viszkivel? Azt mondtam, jó éjszakát kívánok. Nem vagyok még álmos. A dráma két teljesen más világot tár a szemünk elé. Egy szép irodalmi művészt, egy érzékeny lelkű higgadt és csöppet sértődékeny férfit, és egy végtelenül szeszélyes, naív, ábrándozó, álmodozó lányt. Az ember elsőre azt mondaná, hogy milyen egyszerű lelke van egy ilyen szép irodalmi művész az ellentétben. Aztán, ahogy halad előre a történet, kiderül, hogy mennyi titka van, és milyen keserű múltja, és ennek ellenére milyen éles szeme. A darab érdekessége egyébként, hogy ez a két világ hogyan tud egymáshoz közeledni, miért különlegesek az első pillanattól kezdve egymásnak, és hogy hogyan bontogatják le magukról azt a héjat, ami eltakarja, hogy kik is ők valójában. Nehogy azt mondja már, hogy azért csinálja mindezt, hogy vehessen egy körhintát. De! Hamarosan minden megtakarított pénzemet abba fogom fektetni. De nem lovacskásat, hanem olyat, amin minden hinta láncon lóg. És ha megpördül, akkor valamennyi így a magasba emelkedik. Na olyat? Hát én nem is tudom. Én viszont a csöndben félek. Gyerekkoromban mindnyájan egy szobában aludtunk. Anyám egész éjszaka hajtotta a varrógépet. Apám horkolt, mint egy trombita. A nagypapa álmában hangosakat fingott. Fingott? Fingott. Szóval én egyszerűen tudtam így aludni. Vettem egy körhintát. Alkalmi vétel volt. Egészen felvidít. Kérdezhetek valamit? Rajta. Hogy kell kezelni egy ilyen körhintát?